Hargitai fecskemadár, ne játsszál a szívemmel. Több klippet jelentetett meg a Balkán Fanatik 2020-ban. Az egyik karanténban készült a járvány idején. A pandémia, az otthoni zenélés, az online kapcsolattartás, a bezártság és a nehéz időszak átélése mind-mind szerepel a klipben. A magyar ajkú kárpát-medencei népdalokat elektronikusan hip-hoppal feldolgozó zenekar a Tolnai megyeszékhelyen lépett fel először a szabályok feloldása óta. A zenekart 2002-ben megalapító Jorgos és Lepe azt mondja, inspirálólag hat rájuk, hogy újra közönség előtt zenélhetnek, és megmutathatják új dalaikat is, amiket a járvány alatt írtak. A legütősebb, legvidámabb műsorunkat hozzuk Szekszárdra. Ez pont amiatt van, mert hogy az elmúlt időszakban ugye nem tudtuk a közönség hangulatát, hogy is mondjam, följavítani, mert nem engedtek játszani senkit, bennünket se, úgyhogy most direkt szeretnénk, hogyha kicsit földobnánk a hangulatot, mert szerintem erre nagy szüksége van mindenkinek. Egy-két videoklipet forgattunk, természetesen csend, csak ilyen otthoni körülmények között. Az autentikus népzenét ötvözzük mindenféle könnyű zenei, modern könnyű zenei elemekkel, és úgy próbáljuk összehozni ezeket a zenei párosításokat, hogy az homogénnek, természetesnek hangozzék, mindemellett modern is legyen. Magyar ajkú kárpát-medencei népdalokat dolgozunk föl, mert annyira az össze, olyan nagy az összemosás itt zeneileg a Kárpát. Tehát a Bartók is azért szegény nagyon megdolgozott azért, tehát ő a magyar népdalt kereste, de azért az nem volt olyan könnyű neki, mert annyira össze vannak itt mosodva. Hozom a népdalt, és ráúszítom a barátomra. Akár tetszik, akár nem, mert utána a végén úgyis megszereti, annyiszor meghallgatja, hogy a végén már beleszeret. A zenekar frontembere azt mondja, a járvány mindenkinek nagyon nehéz időszak volt. Ők csak azért tudtak fennmaradni, mert minden tagjuk több lábon áll. Vallják, hogy egy vállalkozónak minden helyzetre fel kell készülnie. Művésznőnk az angol-olasz műfordító, a dobosunk az optikus, tehát mindenkinek van egy háttere. Egy háttere, mert nem lehet erre appellálni, hogy... Mert annyira rapszódikus, tehát az is attól függ, hogy attól leszel népszerű, hogyha ha ez a média támogat téged. Nem bennünket, akárkit, tehát egy általánosságról beszélek, hogyha nincs média háttered, akkor nagyon nehéz fönnmaradni. Az évtizedek óta együtt zenélő zenekar folyamatosan tehetséges zenészekkel dolgozik együtt, egyfajta tehetségkutatást végeznek. Ez egy sztár zenekar, ahol a fiataloknak van egy kifutási lehetőségük. Na most ezt mi nem fogjuk vissza. Fiatal tehetség mondjuk sikeres tud lenni nálunk, és mondjuk ki akarja bontakoztatni a saját tudományát, akkor mi lehetőséget biztosítunk. Én kislány, itt vagyok, gyere ki a ház elé, ha az egér jól beállt, a szíve már ki, ha erre tudja, mi készen, meg az egész násznét, épészéletet kell, csináljuk most másképp. Háromszor is eljutottunk Kínába, eljutottunk Los Angelesbe, Los Angeles-i közös munkánk volt egy rapperrel, a Ha te tudnád című dal kapcsán, akkor a Repülj Madár című dalunk, ugye az volt az első, ami bekerült a rádióba. Az afgán fiúval dolgoztunk. A Geszti Péterrel például Geszti közös a Magyar Imás dal. A zenekar 2022-ben lesz 20 éves. A jubileumra nagyszabású koncerttel, történet összefoglaló kiadvánnyal is készülnek.